A tavaly még egy osztálya feljebb szereplő Kecskemét ellen jól kezdett az immár Farkasinszki orsolya nélkül játszó NKS, az első negyedet 8 ponttal nyerték a hazaiak. A második 10 percben 13 pontot tett hozzá előnyéhez a nyíregyházi gárda, majd fordulás után tovább nőtt a két csapat közötti különbség. A záró negyed ugyan döntetlenre végződött, de végül magabiztos győzelmet aratott az idényitón, a 23 pontig és 14 lepattanóig jutó Karakú Dorina által vezérelt kosársuli. A játékos listájukat megnéztük előzőleg, és az azt jelentette, hogy nagyon sok 2002-esük van, és ugyanúgy utánpótlásra építenek, mint ahogy mi építünk az utánpótlásra. Megjött a csapat, megnéztük, hát úgy nézett ki, hogy a szerkezetre mindenre nekünk azért egy olyan ellenfél lesz, aki nekünk jó lehet. Hát a bemelegítésnél egyértelműen látszott, hogy azért itt van keresni valunk. Az első percek azok egyértelművé tették, hogy itt azért palánk alatt a Dorina rutinja, magassága azért sokat fog nekünk számítani. És ugye fönt a felső sorban azért a Kovács Orsi és a Csegény Csenge olyan aktívan és keményen védekezett, ami szerintem ilyen mesébe illő volt itt az elejét nézve. Aztán ugye följött az újoncunk, a Dobó Lilla, aki szenzációs mérkőzést tudhatott magának ezen az amatőr NB1-en. Szerintem nagyon jól debütált, és hozzáteszem, hogy az egész csapat, tehát ők mindenkit kitküldtünk a pályára, mindenki hozzá tudott tenni, mindenki olyan elszántan és olyan akarattal küzdött, amit én régen láttam, tehát ez a mérkőzés, ez egy ilyen örömjáték volt, öröm volt a kispad mellett állni és irányítani ezeket a lányokat. A hétvégén újabb hazai meccs vár a nyíregyháziakra, a Zsíros Akadémia Kőbánya ellen lépnek pályára Farkasinszki Gyuláné tanítványai. A játékos állomány alapján, amit ugye csak így az előző statisztikából tudunk megnézni, és közösen biztos, hogy ez a komplett csapat, az alapján ugyanúgy egy fiatal csapat ellen fogunk pályára lépni. Na most, hogy ez alapvetően van-e rutinosabb öreg játékosok, azt nem tudhatjuk. Én bízok benne, hogy ezek a lányok most olyan lendületben vannak, hogy a következő héten ugyanezt a mérkőzést fogják tudni megismételni, és akkor szerintem ugyanúgy győztesen hagyhatjuk el majd a pályát. A nyíregyházi kosársuli Zsíros Akadémia Kőbánya mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában.